Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti tévé hírműsorát látják. A szavazatok 80%-ával Karácsony Gergely nyerte a baloldali előválasztás első fordulóját. Több mint 34 ezeren voksoltak. Egy hétig szavazhattak a budapesti polgárok, hogy eldöntsék az MSZP fővárosi képviselője, Horváth Csaba, vagy a párbeszéd színeiben induló zuglói polgármester Karácsony Gergely legyene az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Szolidaritás közös jelöltje a főpolgármesteri posztra. Hunvald György indul az MSP színeiben Erzsébet városban az őszi önkormányzati választásokon a polgármesteri székért írja a Mérce Gulyás Mártonnak a heti vlogjára hivatkozva. Az anyagból kiderült az is, hogy a helyi szocialista szervezet már megszavazta a politikus indítását, ismert Hunvaldot korábban hivatali visszaélések magánokirat hamisítás miatt másfél év börtönbüntetésre ítélték. A bevándorláspárti politikusok álmokfutása folytatódik mindig, minden uniós dokumentumban hivatkozni akarnak az ENSZ globális migrációs csomagjára. Annak ellenére, hogy a kilenc uniós tagállam nem szavazta meg, azt válaszolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több magyar honlap német hírügynökségre hivatkozva korábban azt írta, hogy egy uniós diplomata szerint a magyar kormány ideológiai okokból a legmesszebb menő kompromisszumos ajánlatokat is elutasította és ellenállásával elszigetelte magát az EU-n belül. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a magyar kormány soha nem fogja elfogadni az ENSZ migrációs csomagját, amely meg akarja szervezni a bevándorlást. Mi azonban zéró toleranciát hirdetünk a migrációval szemben, a migrációs csomagot nem szavaztuk meg, és semmilyen olyan dokumentumot nem támogatunk sem az Európai Unióban, sem az ENSZ-ben, amelyben hivatkoznak rá. Nem lehet hivatkozási alap egy olyan dokumentum, amelyel nem minden tagállamért egyet jegyezte meg. Élénkülő migrációs mozgásra lehet számítani a közelgő tavasz miatt, ennek már vannak jelei, mondta Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő. Az Európa felé tartók a téli időszakban megálltak az, az alkalmi pihenőhelyeken, csoportokba szerveződtek azok, akik együtt indulnának, majd jelezte. A szakértő felhívta a figyelmet az embercsempészek tevékenységére is, akik télen jóval kevesebb pénzhez jutottak, így most ismét fel akarják tölteni készleteiket. Rámutatott arra, hogy az embercsempészet több pénzt hoz, mint a kábítószerkereskedelem. Kis Benedek József szerint nyilhatnak új migrációs útvonalak is, mivel a bosnyák és a horvát hatóságok már eléggé felkészültek, ezért nem kizárt, hogy Románia felé is sokan fognak elindulni. Magyar Nemzet révén folytatja a magyar idők, néven folytatja a magyar idők. Február 6-ától veszi fel az áprilisban megszüntetett újság nevét a napilap. A névváltoztatás nem érinti a lap tartalmát, formátumát, az árát és a kiadó személyét. A magyar nemzet a magyar idők alatt megszokott irányt és szerkesztőségi elveket fogja képviselni a későbbiekben is. Ismert 2015-ben éppen február 6-án jelent meg a magyar nemzet tulajdonosa Simicska Lajos Orbán Viktor Trágár, bír Trágár bírálatával, ezt követően vált az újság markánsan kormánykritikussá. A 2018-as választások után napokkal a lap tulajdonosi döntésre bezárt. Kovács Pált nevezte ki a köztársasági elnök a január 15-én a Szódi Attila felmentésével megüresedett Paks 2 beruházásért felelős államtitkári posztra. A magyar idők a magyar közlönyre hivatkozva azt közölte, a szakember február 1-től dolgozik a Paksi atomerőmű két új blokjának tervezéséért, megépítéséért és üzembehelyezésért felelős tárcanélküli miniszter Süli János mellett. Az Állami Számvevőszék elnöke Domokos László leváltását kezdeményezi a Demokratikus Koalíció. A párt szerint a számvevőszék politikai megrendelésre bírságokkal lehetetleníti el az ellenzéki pártokat. Arató Gergely, a DK frakció vezető helyettese azt mondta, az ÁSZ az elmúlt hetekben és hónapokban megmutatta azt, milyen az, amikor egy papíron független állami szerv mégsem független szervezetként működik. A számvevőszék politikai megrendelést látszik teljesíteni, amikor úgy tűnik, hogy a célja az ellenzéki pártok ellehetetlenítése, fogalmazott. Aratú Gergely hozzátette, nincs olyan ellenzéki párt, amelyet az elmúlt években ne bírságolt volna meg a volt fideszes képviselő, Domokos László vezette ÁSZ, amely eközben a Fideszre eddig egyetlen forint bírságot nem szabott ki. Az LNP szerint a kormánynak szembe kell néznie a lakhatási válsággal. Gály József, az ellenzéki párt budapesti képviselője elmondta, sokan kerültek lehetetlen helyzetbe azt követően, hogy a fővárosi albérletek akár 40 ot az átlagkeresetek emelkedését jelentősen meghaladó mértékben drágultak. Kiemelte, jelenleg országszerte 1 millión élnek albérletben, illetve valamilyen bérlakásban, a jövőben pedig ennek a számnak az emelkedése várható, az ellenzéki politikus reményt keltőnek nevezte, hogy kezdeményezésére a fővárosi közgyűlés legutóbbi ülésén az idei munkatervébe vette a lakhatási problémák felmérését és egy stratégia, valamint akcióterv kidolgozását. Külpolitikai híreink. Az ír miniszterelnök helyettes szerint az Európai Unió nem hajlandó újra tárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről novemberben elért megállapodást, és nem lesz olyan Brexit egyezmény, amelyből hiányozna az ír és határellenőrzés visszaállításának elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmus. Simon Coney, aki a külügyminiszteri tisztséget is betölti az ír kormányban, leszögezi, a készenléti megoldás nem a kereskedelemről és a gazdaságról szól, hanem a békéről, és célja az Észak-Írországi rendezési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki megállapodás megvédése. A fizikai határ megszüntetése Írország és Észak-Írország között integráls eleme a törékeny béke konszolidációjának. Az Egyesült Királyságban is meg kell tartani az európai parlamenti választást, ha a tervezetnél több mint három hónappal később szüntetik meg az Ország Európai Uniós tagságát, mondta az Európa Parlament egy szóvivője, a Veltem Zontágnak. A szóvivő a Der Spiegel egy hétvégi beszámolójával kapcsolatban kiemelte, az EU működéséről szóló szerződés alapján teljesen egyértelmű, hogy a március 29-re tervezett Brexit három hónapot meghaladó csúszása esetén az Egyesült Királyságban is meg kell tartani az Európa Parlamenti választást, különben pert indíthatnak brit választók, amiért nem élhettek választójogukkal. A hírmagazin szerint az Európa Parlamentben több megoldást is mérlegre tesznek, hogy elkerülhető legyen az Európa Parlamenti választás a közösségből távozni készülő országban. Az egyik az, hogy az Európai Bizottság elnökének megválasztását július elejéről szeptemberre halasztják. Több mint 1300 olyan embert vettek őrizetbe a hatóságok 2018-ban a német határokon, akiket korábban kitiltottak az országból, de megpróbáltak visszajutni Németországba. A szövetségi belügyminisztérium adatai szerint 1369 ember olyan menedékkérő volt, akinek beadványát elutasították, vagy akit korábban ki is toloncoltak az országból. 236-an 236 a kitoloncolás után egyszerűen visszaültek egy Németországba tartó gépre. Jelenleg 37.982 ember van kitiltva Németországból. Előrehozott parlamenti választásokra tett javaslatot a hivatalban lévő venezuelai elnök. Nicolás Maduro a híveihez intézett egyik beszédében közölte ezt, előzőleg Venezuela történelmének Legnagyobb tüntetésére szólította fel a latin amerikai ország lakóit Juan Guaidó, aki a múlt héten az ország ideiglenes államfőjének kiáltotta ki magát. Január 26-án Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Spanyolország 8 napot adott Nikolás Madurónak arra, hogy bejelentse a szabad és tisztességes választások megtartását. Kilép Oroszország a szárazföldön állomásoztatott közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződésből, és közepes hatótávolságú hiperszonikus fegyvert fejleszt ki, jelentette be Vladimir Putyin orosz elnök. A döntés válasz arra az amerikai bejelentésre, amely szerint Washington felfüggeszti részvételét az 1988-ban illetve lépett szerződésben. A közepes és rövid hatótávolságú nukleáris eszközök felszámolásáról szóló szerződés végleges felmondása következtében újabb amerikai rakétákat fognak telepíteni az ázsiai csendes-óceáni térségbe, és Japán, ahol katona, katonai amerikai támaszpontok működnek, a Washington és Peking közötti szembenállás középpontjába került majd, vélte a baloldalinak tekintett Asahi Simdun japán országos napilap. A lap emlékeztet, hogy az INF szerződés visszatartó erőt jelentett az Egyesült Államok számára, ugyanakkor Kína növelte közepes hatótávolságú rakétáinak számát. Ha nem lesz ilyen szerződés, a lap által megkérdezett szakértők szerint az Egyesült Államok az ázsiai csendes óceáni térségben lévő támaszpontjain három 7 év alatt új fejlesztésű közepes hatótávolságú rakétákat telepít. A lap szerint mindenek előtt a csendes óceáni Guam szigetén lévő fegyverzetek növeléséről van szó. Ezen kívül új Rakétát hadrendbe. A hadrendbe rakéták hadrendbe állítását tervezik Japánban és a Fülöp-szigeteken is. Ha most rendeznék az izraeli választásokat, akkor a Likud 31, a Hosenle Israel 20, az IS Atid 12, a Yahadut 6-ra 7, míg az Új Jobboldal és a Munkapárt 6-6 mandátumot szerezne. A legfrissebb kutatás szerint éppen csak nem szerezne többséget a 120 fős Knessetben, Benjamin Netanyahu jobboldali koalíciója, mivel csak 57 mandátuma lenne. Persze egyelőre az, az sem látszik, hogy milyen kormányképes baloldali koalíció lenne képes vezetni Izraelt a következő években. Ráadásul a különféle pártok konstellációja esetén, nekik sem lenne meg a 61 mandátumuk a stabil többséghez. Időközben a 12-es csatornán egy olyan kutatás jelent meg, amiben Benny Gantz volt vezérkari főnök, a Hossein Le Israel vezetőjének politikai irányvonalára kérdeztek rá a választóknál. A megkérdezettek 34%-a szerint a politikus baloldali, 26%-a szerint jobboldali, 24% szerint centrista, míg 16% nem tudott pontos választ adni. Irán irányítja az új libanoni kormányt a Hezbollah nevezetű terrorcsoporton keresztül, mindenről Benjamin Netanyahu beszélt 40 ENSZ nagykövet előtt. A nagykövetek azért érkeztek Izraelbe, mivel Danny Danon Izrael ENSZ nagykövette bekívánja mutatni az ország északi határán leleplezett csempész alagutakat, írt a Times of Israel. A portál összeállítása szerint a zsidó állam kormányfő az, kormányfő azt is mondta a küldöttségnek, hogy a terrorlagutak felszámolása is azt mutatja, hogy Izrael a jövőben is minden ellenségét meg fogja állítani, érkezzenek akár Szíriából, akár Iránból, akár Libanonból. Gazdasági híreink. Az átlagosnál erőteljesebben bővült az Észak-Magyarországi régióban a foglalkoztatottság, ugyanakkor még mindig alacsony az országos átlaghoz képest, hívta fel a figyelmet Csát Magdolna közgazdász. A szakértő kiemelte, az adatokat a végzettség szerint vizsgálva látszik, hogy a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási, foglalkoztatottsági aránya 85,2%-os, míg az alapfokú végzettségűeké mintegy 40%-os. Azokban a régiókban, ahol kisebb a foglalkoztatottság, nagyobb az alacsonyabb végzettségűek aránya, ami mutatja, hogy képzéssel és továbbképzéssel növelni lehet a foglalkoztatottságot, mutatott rá. Csát Magdolnak kifejtette, az alsó és a középfokú végzettségűeknél is emelni kell a képzettségi szintet, valamint a gazdaság szerkezetét tekintve növekednie kell azon ágazatok arányának, amelyekben a munkahelyek igénylik a tudást, és lehetővé teszik nagyobb érték előállítását, mert ez javítja a termelékenységet. Híreinkről bővebb információt a www.brajárpress.hu, illetve a heti tv.hu oldalon olvashatnak. Maradjanak velünk, következik az időjárás jelentés. Hazánkban hétfőn délelőtt eleinte némi időre kisüthet a nap, majd ismét egyre inkább befelhősödik az ég. Számottevő csapadékra nincs kilátás, délután az erősen felhős ég mellett egyre rövidebb időszakokra bukkalhat csak elő a nap. Helyenként kisebb eső is kialakulhat, a szélem közben erős északi lesz, hajnalban 0, 5 fok várható, a hőmérséklet csúcsértéke 3-8 fok között alakul, késő este 0, 5 fok lesz. Én köszönöm figyelmüket a viszontlátásra!